Érmek, hajmeresztő ugrások és új csúcsok. Akinek nem volt elég egyszer, most újra nézhető a júliusi pillanatokat tévében és neten is. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal döntése alapján utólag is bemutatják a VB sikerét. A világbajnokságot szervező KFT-től azt írták, a rendezvény utókommunikációjához összesen 9 darab film készül. Ezek közül 6 darab 1 perces lesz, de készül egy félórás verzió, egy 20 perces és egy 10 perces is. A filmek egyébként a világbajnokság 5 helyszínét és 6 sportágát mutatják be. Azt írták, a közbeszerzésen a 3 ajánlattevő cég közül a legkedvezőbb ár döntött. A Fidesz közeli vállalkozó Kuna Tibor cége, a Trinity Communications készíti 230 millió forintért. Azt viszont nem árulták el, mit látunk majd bennük. Egy sikeres reklám vagy imásfilmhez, mint például az Operaház Cannes-ban is díjazott filmjéhez, több hónapnyi szervezés és utómunka is kell, felkészült csapat és rengeteg ötlet. Ezt mondta az Operafilm társrendezője, aki szerint azért is nehéz megmondani a filmek költségeit, mert országonként változik a bérezés és technika is. Határa csillagoség. Egy spot vagy egy film büdzsét szinte lehetetlen megtippelni forgatókönyv vagy kreatív ötlet ismerete nélkül. Általánosságban egy büdzsé a végeredmény hossza és a forgatási napoktól függ. Az LMP politikusa szerint viszont a 230 milliós összeg túlárazott. Mindenképpen a hűtlenkezelés és a korrupció gyanúja felmerül, de jelen esetben azt látjuk, hogy a közbeszerzési értesítőből potyognak ki ezek a megrendelések. Ezt ki kell vizsgálni, utána lehet megtenni a feljelentéseket. Hollik István szerint nem meglepő, hogy a sikeres rendezvényekről imásfilmeket készítenek. Hogy egy keresztény demokrata politikust idézek, Varga Laci bátyánkat, tedd a jót és beszélj róla. Mi tettük a jót, csináltunk egy sikeres világbajnokságot, akkor hibáznánk egyébként, hogyha nem beszélnék róla, és nem csinálnánk ilyen utókommunikációs kampányt. A kisfilmek augusztus 21-től láthatóak a televízióban és az online felületeken.